párperces flashmobot rögtönöztek ezek a dobosok az idén 10 éves Zeneszüret Fesztivál indulásaként Pécsen a Széchenyi téren. A terekre kihelyezett zongorákon pedig bárki kipróbálhatja tudását, kiélheti zenei önmegvalósítását a fesztivál ideje alatt. Hazafelé tartottam, és hát miért ne? Hát én imádok zongorázni, főleg közönség előtt, és terjeszteni ezt a régi zenét, és hát, hogy minél többen szeressék meg az ilyet, és nekem, én ezért harcolok, úgymond. A nézelődők között akad olyan is, aki elégedett turistaként szemléli a nem mindennapi eseményt. Ráadásul messziről, az Alföld közepéről, Túrkevéről érkezett. Most csöppentem ide, a férjemmel vagyunk most egy kicsit kirándulni. Nagyon tetszik, nagyon így orosszájéig tülök és csodálom, hogy milyen ügyes fiatalok vannak. A 4 napos zenei esemény sorozat alkalmával újra élettel telnek meg a terek, utcák, és a közönség a hangversenytermeken kívül ezen a nyáron is élvezheti a klasszikus zene minden örömét. Idén a zongorái a főszerep, nem véletlenül 6 darabot is elhelyeztek a városban belőle, mint egy szimbolikusan ráhangolva a vasárnap Budapesten kezdődő Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyre. Azonban a többi hangszer is helyet kap a 4 napos fesztivál ideje alatt. Megvalósul az az álom, hogyha péntek szombaton délután itt sétálnak a városban, akkor lépten nyomon klasszikus zenei produkciókba botlanak, vonós négyes, ütős együttes, fúvós kvintet játszik, illetve a zongorákon, akik erre járnak, kipróbálhatják kicsit, barátkozhatnak velük, a Pécsi Művészeti Gimnázium diákjai festették meg ezeket a már használaton kívüli hangszereket. Napközben is számos program, családi program is zajlik, de az este mindenek feletti minőségi muzsikát kínál mindenki számára. A Carmina Buránával nyitott a fesztivál a Magyar Állami Operaház zenekara és énekkara előadásában. Pénteken Feke Páltól filmzenéket hallhat a közönség, vasárnap Olga Kern, világhírű zongoraművész, Rachmaninov második zongora versenyét is előadja.